Az utóbbi időben sok kerékpáros baleset volt Karcagon. Hogyan lehet ezt megakadályozni? Kérdeztük a karcagi rendőrkapitányságon Tóth Éva őrnagyot. Nagyon sok közlekedési baleset történt elsőbségi jog meg nem adása miatt. Az elmúlt napokban több baleset történt, amelynek az oka az elsőbségi meg nem adása volt. Ugye elsőbség a továbbhaladási jog a többi járművezetővel szemben. Erről az elsőségről a KRESZ rendelkezik, vagy közúti jelzőtáblát, vagy ugye szabályban, paragrafusban írja le, hogy hogy kell elsőbséget adni. Ugye elsőbséget kell adni, hogyha elsőbségadástábla, vagy állj elsőbségadást kötelező jelzőtábla van kitéve az útkezdés előtt. Ugye a kettő között az a különbség, míg az elsőbségadást kötelező jelzőtáblánál figyelmesen körültekintve kell a kereszteződőt behajtani, és amennyiben nem közlekedik jármű, aminek részére elsőbséget kell adnom, akkor tovább haladhatok. Az állj elsőbségadást kötelező jelzőtáblánál viszont meg kell állnom minden esetben, ha közlekedik jármű, ha nem, és utána haladhatok csak tovább. Ugye itt is két esetben, hogyha útbolyogti jellel fel van festve a stopptábla, illetve a stopptáblának a vonala, akkor ott kell megállnom, és onnan haladhatok tovább. Amennyiben nincsen, akkor az útkezdés előtti behaladáskor kell megállnom, körültekintenem, és haladhatok tovább, hogyha nincsen elsőbségadási kötelezettségem. Elsőbségi jogról a KRESZ rendelkezik, így be kell tartani az elsőbségadási és a stop táblára vonatkozó szabályokat is. Itt mindig kötelező a kerékpárosoknak és a járművezetőknek is megállnia, figyelmeztet a szakember, aki szólt a jobbkéz szabályról is. Sajnos azt veszük észre, hogy mind kerékpárosok, mind járművezetők nem állnak meg a stop táblánál. Ugye ott, ha belátható az útkeresztés, ha nem, akkor is meg kell állnunk a stop táblánál, utána haladhatunk csak tovább. Ugye ezt a KRESZ írja elő, hogyha nincs kihelyezve jelzőtábla, hogy hogy kell közlekedni. Ugye általában ezt a köznyelven a jobbkéz szabálynak ismerik az emberek. Ugye ez az, hogy köteles vagyok elsőséget biztosítani jobbról érkező minden jármű részére. Ugye az elinduláskor, a közlekedésbe való bekapcsolódáskor szintén elsőséget kell adnom az úttesten közlekedő járműnek gyalogosok részére. A gyalogosoknak elsősük van a kijelölt gyalogos átkelőhelyen. Ugye minden járművezetőnek úgy kell megközelíteni a gyalogos átkelőjét, hogy az elsőségét a gyalogosnak biztosítani tudja, meg tudjon állni, hogyha szükség van rá. Egyirányú utcába sem lehet behajtani a kerékpárosoknak, ha nincs kint a kiegészítő tábla. A zebrán közlekedő gyalogosoknak elsőbsége van az átkelésnél, de a kerékpárosoknak is leszállva a járművet tolva lehet áthaladniuk a zebrán. Ők sem hajthatnak be, kivéve, hogyha alá van téve a kiegészítő tábla, vagy kivéve kerékpára, ebben az esetben hajthatnak be. Ilyenkor, hogyha nincs kitéve a kiegészítő tábla, velük szemben közigazgatási eljárást indítunk, ami 30 000 forintos bírságot jelent. Kijelölő gyalogos átkelőhelyen csak a gyalogosnak van elsőbsége járművezetőkkel szemben. Ha kerékpárral közlekednek, akkor le kell szállnom, áttolva van meg ugyanaz az elsőbsége, mint a gyalogosnak. Az iskola újraindításával láthatjuk, hogy egy nagyobb gyermek egy kisebbet visz kerékpárjával. A KRESZ előírása szerint 16 éven felüli gyermek egy 10 éven alulit szállíthat, de csapatokban sem lehet egymás mellett haladni az úttesten kerékpárral, figyelmeztet a szakember. KRESZ előírja, hogy egy 16 évet betöltött személy szállíthat egy 10 év alatti gyermeket. Ja, látjuk, hogy gyermekek csapatba verődve mennek egymás mellett a forgalomban. Ez nem szabályos, ez veszélyes a közlekedésre. Egymás mögött kell haladni. Elengedett kézzel sem szabad kerékpározni, mert baleset veszélyes.